Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm valamennyiüket. Paul Gauguinnek, a posztimpresszionista francia festőnek van egy festménye, az a címe, hogy honnan jövünk, mik vagyunk, hová megyünk. Ez a festmény igazából Gauguinnek a művészi és szellemi testamentuma. És valahogy ez a kép jutott eszembe, amikor erről a kis népcsoportról kívánok önöknek beszélni, mert a népcsoport esetében is megfogalmazhatók ezek a húsba vágó kérdések, és ebbe a rövidke 50-60 percben ezekről kívánok önöknek majd szólni. Székely András Bertalan barátom már említette, hogy a Kárpát-medencének az egyik legsokat szenvedett népcsoportja ez a magyar. Annyira olvadt, hogy akár egy nagyobb alföldi mezővárosban is elférnének, hogyha mindannyiunkat összegyűjtenék. Azt is el kell mondani, hogy a Kárpát-medencének az egyik legjobban erodálódó magyar népcsoportja, még a csángóktól is súlyosabb helyzetben vannak napjainkban. Azt is lehet mondani, hogy a horvátországi magyarság is lassan-lassan elcsángósodik, sőt, még tragikusabb a sorsa. Hát ezekről a kérdésekről szeretnék önöknek beszélni. Horvátország, mindannyian azt hiszem, hogy tudják, akik itt vannak, ugye 1991-ben egy hosszú, bibliai hosszúságú, 7 esztendeig tartó háború révén nyerte el önálló államiságát, akkor hullott szét Jugoszlávia, és a többi tagországgal egyetemben önállóságot nyert el. Ez az önállóság, ez az államalakulatnak a széthullása ahhoz is vezetett, hogy a magyarság, amelyik Jugoszlávia határain belül élt, három részre töredezett, a legtöbb Szerbiában, a Bácskában él, akkor jelentős kisebbség található Horvátországban, valamint Szlavóniában. Most Horvátországról lesz szó, és Horvátország területén belül a Drávaszögben, a Duna és a Dráva összeszögelésében, valamint Szlavóniában, ez a Drávának a jobb partján található ez a terület, ott él a magyarság több mint kétharmada, a többiek azok pedig Horvátország területén szétszórtan, nem homogén nyelvi környezetben. Először a Drávaszögről, és visszautalnék Gauguinra, honnan jövünk kérdésre, szeretnék az elkövetkező percekben képeket is mutatni. Arról a gazdag szellemi egyház történeti örökségről, amely, hogy azt mondjam, napjainkig meg tudta őrizni ennek a sokat szenvedett népcsoportnak a hitét, és talán azt is mondhatnám, hogy az élet ösztönét is ez az örökség táplálta. Baranya vármegyének a történeti térképét látják, és a terület, amelyről beszélni fogok, az a Duna és a Dráva közötti háromszög alakú terület. Ezt nevezi a néprajztudomány Drávaszögnek, és ezen a területen körülbelül 10 olyan település található, amely régebben abszolút többségű, most már relatív többségű, vagy már az sem a magyar lakosság szempontjából. Valamennyi település honfoglalás kori alapítású, korai okleveleink is már említik.
A régi utazók azt tartották, hogy a dráva szög, a 19. században írták ezt róla, olyan, mint egy angol kert, tulajdonképpen minden megtalálható benne, vizes táj, de a Duna mellett enyhe dombok is emelkednek, és ezeken a dombokon már a rómaiak is szőlőkultúrát telepítettek, és azóta ez a rómaiak által meghonosított szőlőkultúra folyamatosan fennáll. A déli részeken ott nagyobb vizes területek találhatók, Kopács és környéke, ma több mint 50 ezer hektáros természetvédelmi terület, és valamikor ezen a részen ártéri gazdálkodást folytattak. A drávaszögön belül is a területet, ezt a háromszög alakú területet két részre lehet osztani. A legdélibb azok az alfaluk, az északi rész az pedig hát a hegyalja a települései, azok ilyen dimbes, dombos, a Baranyai dombságnak a nyúlványai lábánál épültek ezek a települések, és ezt a két földrajzi részt egy kis patak, a Maláka választja el. A hegyalja a bortermelése miatt korábban polgárosodott, míg a déli alfaluk azok hát inkább földműveléssel, állattartással és halászattal foglalkoztak, és hát ebből már az is következik, hogy nyilván a polgárosodás következtében a hegyalja települései jobb módúak voltak, és azok száján kerengett egy szólás, hogy Malákán alul ne nősülj, tehát onnan még macskát se jó hozni, nem, hogy még feleséget. Tehát ilyen szólásféle is járja. Most gyorsan végig pergetem azokat a településeket, amely a hegyaljához tartozik, és próbálom azokat a nevezetességeket is kiemelni, amely lehet, hogy sokuk számára újdonságot jelent. Elnézésüket kérem, mert ez programhiba, tulajdonképpen nem tudtuk konvertálni, és hát ilyen keleties motívumok is jelentek meg a képeken, de hát ez, azt hiszem, hogy nem, ilyen törökös motívumok is találhatók, arabok, ezek nem állnak tőlünk egyébként sem távol. Tehát Vörösmart, ez a Duna melletti vörös partról kapta a nevét. A 16. században akkor fontos városi rangú település volt, mivel a Dunának az egyik holtága egészen a szélső házakig nyúlt, és dunai kikötője volt. A 16. században fontos hadászati kikötő is létezett ezen a területen, és hát egyik szellemi gazdasági központja volt a drávaszögnek. A borászata az még napjainkban is hát igen jelentős. De nem csak a gazdasági szempontból volt ez jelentős, hanem a 16. században ez a település volt az, amely egész seregnyi fiatalt küldött nyugat-európai egyetemekre, és olyan egyéniségek kerültek ki közülük, akiket máig számon tart a magyar művelődéstörténet, vagy egyháztörténet, vagy éppen az irodalomtörténet. Vörösmarty Mihály is közéjük tartozik, nem tévesztendő össze a 19. századi Vörösmarty Mihállyal. Őt a magyar barokk próza megteremtőjének tartjuk. Igazából vallást váltott, először katolikus volt, utána reformátussá lett, és utána feladta református hitét, és ismét pápistává, ahogy a kor nevezetes társai nevezték, tért meg, és ezt a belső vívódását, amelyet ez az áttérése okozott, ezt egy kiváló műben, a Megtérése históriájában írta
meg, és azokat a belső lelki vívódásokat is sikerült megörökíteni, amelyet a régi keresztény hitre való áttérése indított el benne. Ez a magyar barokk prózairodalomnak az első fontos műve, és műfajt is teremtett az úgynevezett konverzió autobiográfiát, és hát azt lehet mondani, hogy a magyar irodalomban ő volt az első, aki hát kiválóan tudta ábrázolni a lélek belső vívódásait és rezdüléseit is. A másik nevezetes lakója volt Vörösmartnak, Baranyai Júlia. Ő annyira szerette Baranyát, hogy a polgári nevét Baranyaira cserélte, mert Schneider volt a polgári neve. Nagyon nagy érdemei vannak a nevelés terén, és ezen kívül két nagyon fontos művet írt, Gyertyafény címmel, amelyet Ausztriában a 60-as években adtak ki, egy drávaszögi település Laskónak a történetet írta meg, a másik fontos műve pedig a Vízbevesző nyomokon, amely igazából egy esszéstílusú könyv, és a drávaszög gazdag művelődés történetét foglalja össze, és ez igazából olyan inspiráló mű volt, amelyet nagyon sokan forgattak, és kedvet kaptak a további kutatáshoz. Hát én is az egyike vagyok annak, aki hát nagy tisztelettel tekintettem Baranyai Júliára. Csúza a következő település. Ezek a települések alig pár nyillövésnyire találhatók egymástól. Ennek is megvan a magyarázata, mert a római limesz mentén jöttek létre ezek a települések, és ez a limesz volt a római birodalomnak a déli határa, másrészt pedig hát egy olyan közlekedési út vonal is volt, amelyen nem csak anyagi javak érkeztek, nem csak katonák masíroztak, hanem a szellemi hatások is eljutottak erre a vidékre. Csúza szintén Árpád-kori település. Nem tudom minden településnek felsorolni az összes jelentős személyiségét, csak a kiemelkedőket említem. Lakója volt Ács Gedeon, aki Kossuthnak volt tábori lelkésze, elkísérte az emigrációba, Törökországba, Amerikában is, és a nagy magyar naplóírók között tartjuk számon, mert 5000 lapnyi naplót írogatott össze az emigrációs évekről, és amikor visszatért, akkor Csúzán telepedett meg, könyvtárat létesített, árvaházat, tehát nagyon nagy érdemei vannak. 16 kötet naplója maradt fönn, részben Szegeden, részben az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzik ezeket a köteteket. Itt látszik ezen a fölvételen a síremléke Csúzán. Sepse szintén egy kis parányi falu, korán reformálódott a 16. században, a 19. századi Baranyáról szóló művek legnevezetesebb vörösbor termelő települések között emlegetik. Hát sajnos most, aki vörösbort szeretne inni, nem talál Sepsén, úgyhogy teljesen átalakult a termelési struktúra. Hercegszőlős, ez lehet, hogy némelyek számára ismerős ez a név. Igazából a reformáció történetében egy nagyon fontos fejezet kötődik hozzá, ugyanis a templomában 1576-ban kánonalkotó zsinatot tartottak, 40 prédikátor gyűlt össze 1576. augusztusában, és egy törvénykönyvet, az úgynevezett hercegszőlősi kánonokat állították össze, és számos artikulusa szabályozza a lelkészek, a tanítók, az egyház életét, és olyan fontos
nagyon fontos esemény is bekerült ebbe a törvénykönyvbe, mert itt határozták el a magyar nyelvterületen először, hogy a lelkészeknek anyakönyvet kell vezetni, amelybe beírják mind a születtek, mind a házasultak, mind a megholtak nevét. Egyetlen egy példánya maradt fönn, a budapesti rádai gyűjtemény őrzi, ennek látják a címlapját. Itt pedig a könyv hátulján azoknak a prédikátoroknak a neve olvasható, akik aláírásukkal elfogadták ezt a hercegszőlősi kánonokat. Volt egy nagyon nevezetes első protestáns prédikátora is, Kákonyi Péter. Őt a magyar irodalomtörténet is számon tartja, mert Asvérus királyról írt egy bibliai történetet, és hát ahogy az utolsó strófája ennek az éneknek szól, ez éneket szerzévesztek ültében, az Kákonyi Péter neve szőlősben, 1544 esztendőben, csötörtökön, az farsangnak végében. Kő az a Drávaszögnek a legkisebb települése, egy római mérföldkőről kapta a nevét, mint ahogy korábban utaltam rá, a római limesz mentén húzódnak ezek a települések. Egy Európa hírű szülötte volt ennek a maroknyi településnek, amelynek a lakosainak a száma, amikor legtöbb volt, akkor sem haladta meg a 300-at. Itt született Bejte István, ő protestáns prédikátor, a Dunántúli Református Egyházkerületnek püspöki és stallumát is betöltötte, de ezen kívül a természettudomány is számon tartja, botanikus volt, az egyházi művek mellett botanikával is foglalkozott, és Carolus Clusiusnak, a belga természettudósnak volt a munkatársa, és vele együtt leírták elsőként Magyarország 480 virágos és virágtalan növényét. Hát egy nagyon szép rajzot látunk ebből a művből. Karancs, ez is egy multikulturális település évszázadok óta, a magyarok mellett németek, horvátok, szerbek is lakták. Szintén a Baranyában, a történeti Baranyában a legnevesebb vörösbor termő vidékként nevezik meg. A magyar lakossága református, és egy nagyon jelentős szülötte volt, amellett, hogy többen a karancsiak közül részt vettek az említett hercegszőlősi zsinaton. Karancsi Jánosnak az az érdeme, hogy debreceni diákként eltanulta a kollégiumi éneklést, és azt a gyülekezeteivel megtanította Baranyában, és állítólag a zenei hozzáértők úgy tartják, hogy most is még a karancsiak zsoltár éneklési módjában tetten érhető ez a kollégiumi éneklésnek a formája. Tehát ezek voltak a hegyalja falvai, most pedig az alfaluk, tehát ez a Drávaszögnek a legdélibb területe. Ide tartozik Laskó, ahogy a hegyaljának Vörösmart volt a szellemi gazdasági központja, Laskó szintén a 16. században nagyon jelentős település volt, mert egy Dunaág szintén a református templom apszisa mögé benyúlt, a vízahalászata jelentős volt, több lakosa volt, mint Mohácsnak a 16. században, és nem véletlenül ez a gazdasági erősség a mezővárosnak, a polgárságának a nyitottsága tette lehetővé,
hogy Laskó lett a délbaranyai reformáció egyik központja, amikor Sztáray Mihály 1544-ben megérkezett Laskóra. Ez az a nevezetes református templom, ahol hát az evangéliumi tanokat először kezdte Sztáray hirdetni. Igazából a torony az egy római castellumnak az alapjaira épült. Sok régészeti emléket is őriz, így például itt a baloldali képen egy római fogadalmi kő látható, fölötte pedig egy 16. századi szanktiáriumi zárókő, tehát egy szentségtartó fülkének a záróköve. Ez nagyon érdekes, mert két pajzsa van, és ezen a pajzson évszám van belevésve, korai arab számmal vésték föl ezeket az évszámokat, 1475. Ez is nagyon érdekes, mert a Kárpát-medencébe ez a korai arab számjegyekkel fölvésett évszámok közül ez a harmadik legrégibb. Tehát ilyen szempontból is érdekes. Másrészt pedig a jobboldali képen a templom északi bejárata látható, egy nagyon szép gótikus bejárati nyílással. Mátyás király idejében hát egy nagyon fényűző gótikus templom épült ezen a helyen. A 20. századnak egy tragikus fölvételét mutatnám, mert a szerb megszállók felgyújtották a nevezetes templomot, és ebben a tűzvészben elégett az angszter orgonája. Az volt a szerencse, hogy tiltás ellenére a lakosság összefogott, és éjjel megakadályozták, hogy leégjen a tűz. És hát ez egy drámai fölvétel az én számomra, mert ebben a nagy hőben egyszerűen megolvadtak az orgona sípok, és minthogyha könnyeznének, úgy néznek ki ezek az orgona sípok. A Laskó, ez a település a magyar művelődéstörténetnek, egyháztörténetnek, azt lehet mondani, hogy tucatnyi, vagy még annál több is nagyon nevezetes egyéniséget adott. Így például itt született Laskai Demeter. Ez egy 8-10 évvel ezelőtt vált ismerté, hogy Sibenik ferences kolostorában sikerült megtalálni egy kódexet, amelyet Laskai Demeter írt, és ennek a kódexnek az egyik lapján egy 5 soros magyar nyelvű könyörgés látható, a kenyér színe alatt rejtőzködő Jézushoz szól ez a könyörgés, és azért érdekes ez, meg azért nagy becsű számunkra ez az 5 soros könyörgés, mert igazából az Ómagyar Mária Síralom után ez a második legrégibb magyar verses nyelvemlékünk, és azóta hát az irodalomtudomány meg a nyelvtudomány is laskói sorok néven tartja számon. Itt pedig hát a mai olvasata látható. Na most, hogyha megnézzük, hogy a Laskóról kiröppent ifjak milyen számba voltak jelen a kor, a 16., 17., 18. század európai egyetemen, akkor hihetetlen nagy számot kapunk, és ezek közül csak a legjelentősebbeket sorolnám föl. Itt született például Laskai Osvárt, akit a magyar irodalom történet Temesvári Pelbárt mellett a latin nyelvű prédikáció irodalom legnagyobbjaként tart számon. A dráva szög adta őt is a magyar irodalom történetnek, a magyar egyház történetnek. Ő volt az első, aki Európára is hatást tudott gyakorolni, mert a művei itt a művelt európai
közönség is nagy szeretettel forgatta. Hát itt a konvertálás miatt sajnos nem tudok két képet megmutatni, mert a prédikáció gyűjteményéből származik. És itt viszont van egy olyan lap, amely szintén Laskai Osváthoz kapcsolódik. A dunamenti mai Sarengrádban, a középkorban ezt a települést atyának nevezték, a ma is álló ferences kolostorban Laskai Osváth káptalant hívott össze, és ez alkalomból hát egy szabálykönyvet, egy regulát fogadtak el, amely hát fennmaradt, és itt Budapesten a ferences rend központi könyvtárában őrzik, és hogyha látják, akkor itt a neve is szerepel a szöveg mellett. A ferences rendnek volt a vezetője is, és hát nagyon jelentős az irodalmi munkássága. Sztáray Mihály nevéről már említést tettem, nem csak a protestáns egyháztörténet, hanem az irodalomtörténet is hát számon tartja. Nevelőként érkezett Laskóra, az akkori oskolába hívták meg rektorként, de korábban Itáliában járt, ahol már hát mind a reneszánsz, mind a protestáns tanokkal megismerkedett, és szándéka volt ezeket továbbadni. Amikor Laskóra érkezett, ahogy említettem, nagyon kedvező körülmények fogadták, és kezdte hirdetni az evangéliumi tanokat, és rövid 10-12 esztendő alatt 120 egyházat reformált meg, annyit hozott létre. Sajnos az idő rövidsége miatt csak hát nagy vonalakban tudom ismertetni a munkásságát, hogy mit köszönhetünk neki. Elsősorban azt, hogy a bibliai ihletésű énekeket szerzett, ezeket ugye korábban a latin nyelv miatt a halandók, az egyszerű halandók nem nagyon értették, ezáltal hát a hit forrásához is közelebb kerültek. Ezen kívül a pszalmuszokat, a zsoltárokat is magyarította Laskón tartózkodása idején, és emellett pedig a hitviták termékeként megszületett a hitvitázó dráma is az ő tolla nyomán. Két hitvitázó drámája maradt meg. Az egyik a papok házassága, hát a címből ki is lehet következtetni, hogy mi a fő vita téma. Töredékesen maradt fönn a 16. századi erdélyi nyomtatványnak a kötéstáblájából áztatták ki, ma az akadémiának a könyvtára őrzi. A másik teljes egészében megmaradt hitvitázó drámája, az egy szatirikus hitvitázó komédia, az Igaz papságnak a tiköre. Na most ezeket a hitvitázó drámákat a hagyomány szerint Laskón az oskola növendékeivel be is mutatta, és milyen érdekes, hogy ez a ma nagyon kevesek által ismert kis település tulajdonképpen a magyar lírának is, meg a magyar drámának is a forrás helye, mert hát ugye ez az első olyan magyarul leírt dráma, amelynek a Bátortalanok és a párbeszédei, de már a szerzője, mint az igazi drámaírók szcénákra osztotta, tehát szereplői vannak, és a szereplők kapcsán
érdekesként jegyzem meg, hogy megnéztem a korabeli török adóösszeírásoknak a névsorát, és meglepő módon a szereplők neve előbukkan ezekben a névsorokban is, például Böröc pap. Volt olyan település, ahol létezett egy Böröc pap. Na most ebből messze menő következtetéseket nehéz levonni, de elképzelhető, hogy húsvér emberekről mintázta meg a szereplőit. Utána pedig, aki a püspöki székben követte őt, Szegedi Kis István volt, az utókor úgy emlegette, hogy Pater Patriae. Igazából ő volt az első, aki a tudománya révén került bele a püspöki székbe, a nagy tudása miatt esett reá választása, és van egy nagyon fontos műve, ez a Lóci Communes, amit úgy lehetne talán lefordítani, hogy közös tételek. Latin nyelven írta meg, sajnos máig nem fordították le magyarra, pedig megérdemelné. Elsősorban a svájci reformáció alaptételeit magyarázza, de emellett fantasztikus, érdekes pedagógiai elmélkedéseket is tartalmaz, és hihetetlen korszerű nézeteket vall. Ő volt az első olyan lelkész és oskolamester, aki a leányokat is elkezdte oktatni a 16. században. Mindössze 4 évig tartózkodott Laskón, de ez a 4 év elég volt ahhoz, hogy teljesen megreformálta az oktatást. Sokat lehetne még beszélni, ez a munkájának a címe. Laskai Csókás Péter, szintén az ő bölcsője is Laskón ringott. Azt lehet mondani, hogy egy reneszánsz egyéniség volt, teológiai műveket írt, de az orvostudomány területére is átrándult, és neki köszönhetjük azt, hogy az egyik munkájának, a Wittenbergben megjelent munkájának az előszavában közli az akkor Wittenbergben tanuló magyar diákoknak a névsorát. Tehát egy kútforrás is, kútfő is ez a munka. De amiről igazából fönnmaradt a neve, az a Kalepinus szótár magyar részének a megírása. Ezt egy szerzetes kezdeményezte, 10 nyelvű szótár. A 16. században már készítettek 10 nyelvű szótárakat, és ő volt az, aki a klasszikus nyelvek mellett a magyar értelmezéseket megfogalmazta. Miért jelentős ez? Hát ő volt az, aki bebizonyította, hogy a magyar is egyenrangú a többi európai holt, illetve élő nyugat-európai nyelvekkel. Tehát a magyar nyelvvel is ugyanazokat a gondolatokat ki lehet fejezni. A laskaiak közül Laskai Jánost nem lehet kihagyni, ő is Laskó szülötte volt, Debrecenben oktatott, amikor a tanulmányait befejezte, Wittenbergben tanult szintén, írt aritmetikai könyvet, de a magyar irodalomban azért nagyon jelentős, mert a magyar olvasóval először ismertette meg Ezopusz bölcs és tanulságos fabuláit, amikor 1592-ben magyarra fordította a könyvét Ezopusznak. Akkor egy nagy ugrással a 19. századra térnék rá. Ugye a történelem vihara rengeteg kárt okozott. A 19. században volt egy olyan időszak, amikor a szellem lámpásai egy kicsit ismét messzebbre világítottak. Az Ács család telepedett meg Laskón. Ács nagy tiszteletű úr volt az első, aki Laskónak a krónikáját 8-10 nagy fólió oldalon megírta.
az egyik gyermekéről, Ács Gedeonról volt szó, a másik, ez a krónikának két lapja, a másik pedig Ács Zsigmond volt, ő műfordítóként vált ismerté, tulajdonképpen a magyar Shakespeare fordítók úttörője volt, másrészt pedig máig az életvitele példát mutat, tehát mindig vidéken élte le az életét, és igazából a vidéki polgár sorsát példázta az élete. Mindig távol volt az irodalmi egyházi központoktól, de ennek ellenére egyszemélyes műhelyébe mindig Európa szintű munkák kerültek ki. Ez a szülőháza látható. Hát sajnos ez is nagyon rossz állapotban van, megérdemelné, hogy hát nagyobb gondoskodással mentsék meg az utókornak. Mit fordított Shakespeare-től? Ő volt az első, aki megbirkózott a Hamlettal. Sajnos ez a fordítása elveszett. Sok zaj semmiért címmel fordította le a Sok hűhó semmiért. A Velencei Kalmárt szintén magyarra ültette, és erről a munkájáról, amelyet a Nemzeti Színház is sokáig játszott, Arany János írt nagyon kedvező bírálatot. Jó barátságban voltak, mert amikor Nagykőrösön tartózkodott a fél akadémia, akkor Ács Zsigmond is Arany János mellett tanárként dolgozott Nagykőrösön, a görög nyelvnek a tanára volt. 7 nyelvet beszélt, 7 nyelven értett és írt. Daróc szintén egy délbaranyai, déldrávaszögi település, szintén sztárai nyomán áttért a reformációra, és volt egy nevezetes lakója, aki az egyik lelkész, aki templomot épített, mégpedig Gyimóti István, a nevezetes Vörösmarty iskolának a professzora. Most itt is még egy kis kitérőt engedjenek meg, azt hiszem, hogy mindenki által ismert szólásfélét említenék. Megjárta Tolnát és Baranyát, arra az emberre vonatkoztatják ezt a szólásfélét, aki hát sok tapasztalatot, sok tudományt gyűjtött össze. Hát ugye a reformáció idején Tolna volt az egyik nevezetes protestáns iskola, a másik pedig Baranyában Vörösmart volt, és ennek a nevezetes Vörösmart iskolának volt professzora Gyimóti István, aki hát a török elől az iskolát a diákjaival együtt Halasra menekítette. Kopács neve is már elhangzott, a legdélibb drávaszögi település, szintén a 16. században a lakossága reformátussá lett, és ősidők óta halászattal foglalkoztak. Szintén a 16. században nevezetes kopácsiakról is lehet olvasni. Fejedelmi vadászterület volt mindenkor, Vilmos császártól kezdve Kádár Jánosig mindenki megfordult ezen a vadászterületen, és hát Széchenyi is, ugye a nagy vadász is megemlékezett a Bejei szarvasról az egyik művében. Ezek voltak a nevezetes kopácsiak, némelyiknek a nevét csak egy-egy fennmaradt munkája őrzi. És az utolsó drávaszögi település, amelyről szólni kívánok, Beje, amikor Szavolyai Jenő Zentánál győzelmet aratott a török felett, akkor
jutalmul megkapta a drávaszöget, és bejelett az uradalmi központja, itt a kastélyát látjuk. Sajnos nagyon sokat szenvedett a település, a templomait földgyújtották a délszláv háború alatt. Ez a református templom, életemben még ilyen megdöbbentő élményben nem volt részem, mert még a háború ideje alatt sikerült egy diplomáciai küldöttséggel átmenni, és bementünk a templomba, és úgy képzeljék el, hogy derék vastagságú, meg karvastagságú fák nőttek ki a templom földjéből. Tehát ez Bejje. Bejjének is volt a nevezetes bejjeiek közül mellett, jobban mondva, volt egy kiváló lelkésze, aki hát hosszú évtizedig hát szolgálta a gyülekezetét, és a 17. században ő volt az a kódexíró, aki hát Dávid király zsoltárait leírogatta, nagyon szép iniciálékkal látta el. Itt látunk belőle egy oldalt, ma a debreceni kollégiumi nagykönyvtár őrzi, és Bejje graduál néven ismert. És Szlavónia után röviden áttérnék, vagyis bocsánat, a drávaszög után áttérnék Szlavóniának az ismertetésére. A 10.-11. században nagyon szoros volt a kapcsolat. Azt lehet mondani, hogy a két területnek a lakossága ugyanazt a nyelvet beszélte. Későbbiek során ez a kapcsolat hát lazult, más politikai fennhatóság alá is kerültek a területek, és Szlavónia egy kicsit elzártabbá vált, és ennek következtében sokkal archaikusabb lett, mint a drávaszög. Ma is nagyjából így van. Szigetmagyarságról beszélünk, mert összesen Szlavóniának 4 olyan magyar települése van, ahol magyarok élnek. Ezekről szólnék, és hát ugye a történelmi Szlavónia az, amint föl is írtam, ma Horvátország területe, és a Dráva meg a Száva közét, sőt a Száván túl egészen a Capella-hegységig elnyúló részt foglalja magába. A magyar királyság történetében is fontos rész volt ez, ugyanis a magyar uralkodók hát nagy gondot fordítottak a szlavón területekre. Már a rómaiak korában is hát egy jól szervezett terület volt, fejlett terület volt, és hát ugye a magyarság igazából első László király idején kerül, azt lehet mondani, hogy testközelbe Szlavóniába, mert hát ugye a 10. században László királyunk megszervezte a zágrábi püspökséget, és ez a püspökségnek a határa, ez gyakorlatilag a földrajzi határával megegyezett Szlavóniának. Utána későbbi uralkodóink is hát címeik között felsorolják a szlavóniai uralkodóságot, Szlavónia királyaként is nevezik magukat. Na most még a hódoltságra utalnék, azt fontosnak tartom megemlíteni, mert itt is ugyanúgy, ahogy Szlavónia és Szlovénia nevét sokan összetévesztik, itt is ilyen fogalomzavar adódhat, mert a hódoltság idején ezt a területet nem Szlavóniának, hanem Tótországnak nevezték, és sokak számára Tótország az hát a napi szóhasználatban más területre vonatkozik. Itt például a történelmi címerét látják Szlavóniának.
nem tudom, hogy ismerőse a címer állat. Nyest, úgy van, nyest. Ez pedig a Horvátországnak a mai címere, és szintén szerepel Szlavónia, a többi, a Dubrovnik és a többi rész mellett. A nyestről csak annyit, hogy ugye a középkorban a magyar királyok idején fizetőeszközként használták, és napjainkban is tulajdonképpen a horvát fizetőeszköz az a kuna. A kuna tehát a nyest, úgyhogy ezt megőrizték. És hát itt II. Endrének a pénzérméjén is tulajdonképpen szerepel ez a címer állat. Na most azt lehet mondani, hogy a Szlavóniában élő lakosság, a magyar lakosság az folyamatos volt a honfoglalás óta, és igazából két történelmi megyén belül élt a magyarság zöme. Az egyik Szerémvár megye volt, ehhez Kórógy tartozott, a másik Verőce vármegyéhez pedig Szent László, Haraszti és Rétfalu. Na most napjainkban és az évszázadok során is szigetmagyarságról beszélhetünk, mert a környező települések azok más ajkúak voltak, és ennek következtében rengeteg archaizmus törzött meg a nyelv. Sajnos ugye ezek az archaizmusok kikopnak napjainkban, mert olyan erős szorításban, olyan idegen nyelvű szorításban él a lakosság, de olyan archaizmusok, mint például a nyelvben a kettős hangok, kettős hangzók, a diftongusok például, a jót azt nem jónak, hanem jau, tehát így ejtik igazából. Na most ezen a területen az asszimiláció borzasztóan erős, tehát a beolvadás az utóbbi egy-két évtizedben annyira előre haladott, mint az elmúlt 200 év következtében. Itt látható a viszony a drávaszög és a szlavóniai magyar települések között, tehát ez a Drávának a jobb partján találhatóak. Rétfalu, Haraszti, Szent László, Kórógy egy bokorban található. Néhány képet mutatnék. Aki emlékezik a hét háborús esztendő híreire, ezeknek a településeknek a neve nap mint nap elhangzott világszerte. Borzasztó nagy pusztítást végeztek a szerbek. Kórógynak a templomát látjuk romos állapotban, szétlőtték. Borzasztó nagy tragédiák történtek, elűzték a teljes lakosságot, és hát olyan, amikor szétlőtték a templomtornyot, éppen a gondnok fönntartózkodott a toronyba, figyelte a közeledő szerb csapatokat, és ahogy találat érte, lezuhant a földre, és a toronyórának a mutatója beleállt a szívébe például. Szóval szörnyű dolgok történtek. Hát a magyar kormány segítsége révén megújult a református temploma a településnek. Nagyon jelentős építészeti emlékei voltak, sajnos ebből már alig maradt a háború következtében. Itt egy faragott hambárt látnak, egy gabonatároló építmény, tölgyfából készült, ugyanis Szlavónia, a szlavóniai tölgyről nevezetes, még a latin név is tartalmazza a szlavóniai megnevezést. A tölgyesek nagyon kedvelték ezt a nyírkos területet, és csak érdekességként említem meg, hogy hát ugye az országháznak a bútorzata is szlavóniai tölgyből készült, és a milléniumi kiállításnak az egyik szenzációja például egy fakocka volt, egyetlen fából kivágva, melynek minden éle 100 cm volt. Hát el tudják képzelni, hogy micsoda óriási tölgy lehetett ez.
Haraszti, ez a másik település, szintén a délszláv háború alatt rengeteget szenvedett. Református temploma azért nagyon érdekes, mert festett kazettákat tartalmaz, és a Kárpát-medencének ez a legdélibb olyan területe, ahol ez a ugye Erdélyben bőséggel, az ormánságban is található, de itt ez a templom az, ahol még találkozhatunk ilyen festett kazettákkal. Ezt egy laskai asztalos mester a 18. században készítette. Itt pedig egy nagyon érdekes építményt látnak Harasztiban. Ez azért érdekes, mert a nagy családnak az épülete volt. A nagy család azt jelentette, hogy egy portán belül több generáció élt, és egy ilyen nagy családnak a létszáma 50-60 főt is elért. Tehát ahogy szaporodott a család, mindig egy kis kamrát építettek a házhoz, mint a méh sejtek. Úgyhogy ez egy borzasztó erős gazdasági, meg szellemi erőt is képviselt ez a család. Itt pedig Rét falunak a református templomát látják, egy szintén festett kazetta található. Ez igazából a Dráva partján található Rét falu, de Eszék, ez a 150 ezres nagyváros rátelepült, igazából csak egyetlen utca őrzi a hajdani magyar Rét falunak az emlékét. Ez pedig Szent László, ez a legtragikusabb település, hatalmas emberáldozatot követelt ez a délszláv háború, erről néhány képet, a bal oldalt a református szétlőtt templom látható, jobbra pedig mementóként napjainkban is meghagyták a vasútállomás épületét. Itt pedig a helyreállított református templomnak a tornya látható, és a földre zuhant harangja. Erről érdekességként csak azt említeném meg, hogy a hagyomány azt tartja, és 18. századi följegyzések is, hogy ezen a helyen állítólag Szent Pál is prédikált. A szlavóniai magyarság a viseletéről is nagyon nevezetes. Ezt a női viseletet kebélnek nevezik, egészen a Mátyás korabeli viseletig visszavezethető a szabás vonala. Néhány fotót mutatnék erről a viseletről is. Na most pedig elérkeztünk így az előadás vége felé, ugye a harmadik gondolatkörhöz, hogy hát ugye mi is lesz a horvátországi magyarsággal, hová, merre is tarthat. Itt néhány számadatot nem nélkülözhetek, mert igazából a számok önmagukért beszélnek. Láthatók a népszámlálási adatok, a legutolsó alkalommal 14.048-at 8 főt tartottak számon, hogyha anyanyelvről is kellett nyilatkozni, magyar anyanyelvűnek körülbelül olyan 10 000-en vallották magukat. Tehát itt is már az asszimilációnak a hatása begyűrűzik. A legtragikusabb a Kárpát-medencében a fogyatkozás ezen a területen. Ez nagyon sok anyaországi, nagyon sok kárpát-medencei politikusnak is a figyelmét sajnos elkerüli, és ha nem tesznek sürgős intézkedéseket, nem foganatosítanak, akkor ez a maroknyi népcsoport, ez belátható időn belül teljesen felszámolódik, nem lesz demográfiai tényező. De nem csak a létszámmal van nagy gond, hanem a felekezeti hovatartozással is. Ez a 2011-es adatokat mutatja. Tehát azt lehet mondani, hogy kétharmada a katolikus vallás követője, egyharmada pedig protestáns, református, de
emellett nagyon tragikus számok is föltűnnek ebben a listában, mert hogyha megnézzük, 522-en ateistának vallották magukat, 356-an pedig nem nyilatkoztak, tehát majd 1000 fő valami módon kiszakadt a történelmi egyházaknak a kebeléből. És hogyha a reformátusságot nézzük, akkor 20 év alatt 709 fővel csökkent a lélekszámuk, ez nagyjából egy 17-18%-ot jelent, és fölvetődik a kérdés, hogy vajon mit lehet tenni. Ugye a fogyatkozásnak az okát csak így vázlatosan tudom az időrövötsége miatt felsorolni. Történelmileg is ez egy egykéző vidék, ugyanolyan vidék, mint az ormánság. Másrészt az előregedési index hihetetlen nagy ezen a területen. Az újszülöttek száma messze az elhalálozottaké alatt van. A délszláv háború nagy emberveszteséget is okozott. Magyarok haltak meg. Ezen kívül magyarok hagyták el az országot úgy, hogy Nyugat-Európa és számos más kontinensen találtak menedéket, és nem tértek vissza. Sajnos nemzőképes fiatalok távoztak, és ez a hullám napjainkban is folytatódik, ugyanúgy, mint itt az anyaországban. Csak mondjuk rá, egy ilyen kis közösségben a fogyatkozás az sokkal drámaibb hatású, mint az anyaországban. Tehát ezek azok a gondok, amelyek apasztják és olvasztják a horvátországi magyarságnak a lélekszámát. Na most nyilvánvalóan, hogy az életösztön benne van az emberekben, csak én azt hiszem, hogy ezt az életösztönt táplálni kell, ugyanúgy, mint amikor a lámpába olajat öntünk, hogy világos legyen, ugyanúgy az itt élőknek is több reményt, több lehetőséget kell nyújtani. Na most az mindannyiunk számára világos, hogy anyagi felemelkedés nélkül egy ekkora közösséget nagyon nehéz megtartani. Én azt gondolom, hogy ha esetleg több ismeret jut el a gazdaság képviselőihez, akkor elképzelhetők ottani beruházások is, amelyek munkahelyet adnak az ott élőknek, és talán ezt a beolvadást, az asszimilációt, ha nem is tudják megakadályozni, de el lehet nyújtani. Mert amint látták, csak nagy vonalakban ismertettem azt a szellemi gazdagságot, amelyet igazából az ott élő magyarság az egyetemes magyarság asztalára helyezett. Úgyhogy kár lenne hagyni, veszni. Én mindenütt azon fáradozom, hogy ráirányítsam erre a területre a figyelmet. Jó indulat, a jó szó is hiányzik az ott élő embereknek, és azt tudatosítani kell, hogy igaz, hogy a tenger melléken is rengeteg magyar emlék van, de igazából alig pár kilométerre az országhatártól, ott is él egy magyar népcsoport, akit érdemes lenne megmenteni. Úgyhogy én nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket.